Juhász Anna és Sirokai Mátyás a vendégénk. Jó reggelt! Jó reggelt! Költészet napja. József Attilára illik, meg szoktunk ilyenkor emlékezni, meg hát általában a költőket és a költészetet ünnepeljük. Van ok, mert egy költőhöz fordulok először arra, hogy ünnepeljük a költészetünket? Tehát foglalkozunk vele évközben is annyit, hogy méltók legyünk rá, hogy 365. napon foglalkozunk vele? Szerintem egyre többet foglalkozunk vele, én azt látom, különösen a fiatalok. Divat? Igen, divatba jött újra, és az nagyon jó dolog, meg szerintem jót is tesz a költészetnek, tehát most már egyáltalán nem ritkák a teltházas könyvbemutatók, nagy az érdeklődés rá, a slam poetry előrelépése is közre játszik ebben, úgyhogy én azt mondom, hogy ünnepeljünk, van okunk rá, és van mit ünnepelni. Felolvasó estek a kávéházakban és a legkisebb, meg legnagyobb klubokban, tehát nem csak könyvbemutatók, hanem mindenféle alkalmak, amikor összeverődnek néhányan. Amikor a jelen költészetéről van szó, a múlt költészete mennyire izgalmas? Szerintem, amit Matyi mondott, azért ezek ugye a jelen meg a múlt összefügg. Kávéházi esteken is volt már például nekem vendégem a Matyi különböző helyszíneken, amivel kezdtük, hogy 64 óta van Magyarországon költészet napja, tehát azóta ünnepeljük József Attila születésnapját a költészet napjaként, de egyébként Magyarország nyilván sokan tudják, hogy egy olyan különleges ország, ahol nem csak költészet napja van, hanem könyvünnepe, ünnepi könyvhét, nemzetközi könyvfesztivál, tehát nálunk nagyon sokszor van az irodalomról és a teremtett kultúráról szó. Nekem mondjuk az életem összefonódott a múlttal, tehát hogy egy költőlányaként felnőve, nekem mindig is az előző generációk és édesapám által a régebbi irodalmi hagyományok tisztelete vagy ismerete is valahogy a mindennapok és a hétköznapok része volt. Tehát, hogy mennyire mindennapos az emberek élete az irodalom, én is pozitív vagyok, én is azt látom, hogy egyre inkább, de hogy nálunk azért szerintem Matyinál és nálam is, akik ebben a világban élnek, ez egy nagyon-nagyon fontos mindennapos dolog, része az életünknek. A költőnek mennyire fontos, hogy meglegyen a saját nyelve? Ugye Juhász Ferencnek hát rendesen meg volt, nagyon sokat kérdőjelezték meg és támadták a pályája során emiatt, és aztán lassan megértették azok is, hogy miről szól ez, akik akkoriban támadták, vagy nagy részük nem megértette. Fontos a saját forma, a saját nyelv? Abszolút. Főleg, hogy egy olyan esetben, mint Juhász Ferenci, ahol a maga a világ, a költői világ is nagyon szerteágazó, borzasztó széles a spektrum, ehhez neki találnia kellett egy olyan nyelvet, ami elbírja ezt az egyetemes, meg kozmikus látásmódot. És az lírájának az egyik különlegessége szerintem pont ez, hogy sikerült azt a formát, azt a hangzást megtalálnia hozzá, ami elbírja ezeket a spórektől a csillagködökig ívelő látomásokat, kell víziókat. Mindig értenünk, hogy mire gondol a költő? Vagy elég érezni, hogy merre felé visz minket? Hát ez egy nagyon összetett kérdés, kedves Egon, tehát hogyha Juhász Ferenc költészetét kérdezzük, vagy általában a költészetet, általában. Én azt gondolom, hogy jó, ha értjük. Én nagyon szeretek mindig mögé nézni, nagyon szeretem megismerni a költőknek az életét és az életútját, és engem érdekel kifejezetten a háttérettől, függetlenül önmagában egy versnek azt gondolom, hogy működnie kell Juhász Ferencnél. Ugye az ő legjellemzőbb versei, sokan szokták mondani ezeket a szózuhatagokat, ő hosszú versnek hívta, hogyha mondjuk az egyik leghíresebbet, mondjuk a Halott Fekete Rigót, amiből Matyi sokszor posztolt, és nagyon jól ismeri például ezt a művét, ez ugye 25 ezer sor. Én azt gondolom, hogy ez önmagában már egy akkora alkotás, hogy nyilvánvalóan részleteibe fogja megismerni az ember, de ha megérti, hogy itt nem szózuhatagról van szó, és nem arról, hogy ő össze-vissza összekapcsol szavakat, hanem hogy neki van egy komplex költői világa, amiben ugyanolyan jogosan van benne matematika, fizika, természettudomány, mert hogy az érdeklődése ilyen, mint az irodalom, akkor egy olyan világot fog tudni megismerni az olvasó, ha van érdeklődés a szívébe vagy a lelkébe az irodalom vagy Juhász Ferenc költészete iránt, ami nagyon különleges. Költővel. Igazából ez a lényeg, nem? Tehát haladjunk együtt a költővel, a saját, az ő gondolkodásból. De engem mindig levert a víz, amikor azt tanították, hogy a költő arra gondolt ennél a versornál, mert ez szörnyű. Miközben lehet, hogy feltérképezhető valóban. Lehet. Itt elhangzott egy jó szó az, hogy ha visz, akkor menjen vele az ember, és ez számomra is
Én inkább azt helyezném előtérbe azzal szemben, hogy értse az ember, vagy feltérképezze, hogyha van mire ráhagyatkozni, ami viszi az embert, ezt megérzi az olvasó, ez teljesen biztos, hogy elkapja el, akkor nyugodtan adja oda magát, és hagyja, hogy vigye Juhász Ferencnél éppen úgy. Tehát van a szövegnek egy nagy közegellenállása, nem könnyű olvasmány, én azt gondolom, de rá lehet hangolódni, és hogyha elkezdi vinni az embert, onnantól a 25 ezer soron is végig lehet hömpölyögni. A mi beszélgetésünk apropója nem csak maga a költészet napja, hanem az is, hogy a Petőfi Irodalmi Múzeumban ma konkrétan lesz egy rendezvény a költészet napja alkalmából Juhász Ferencről és József Attiláról? Így van, egyébként pont az elején irodalmi botrányokról, vagy egyszerűen arról beszélt Egon, hogy milyen indulatokat váltott ki Juhász Ferenc költészete, pont a József Attilához szóló, vagy róla szóló verse volt az egyik legkomolyabb ilyen megkérdőjelezés, illetve a legnagyobb elismerés. Majd egész nap lesz a Petőfi Múzeumban édesapámhoz kapcsolódóan, 11 órakor már nem is akár, mi együtt Matyival és Tarján Tamással egy irodalomórát tartunk, és beszélgetünk Juhász Ferencről és a kortársairól. 14 akkor a képzőművészet kerül a középpontba, tehát a Juhász Ferenc és a portrék, Fehér László egy vadonatúj képet mutat be, amit most készített Juhász Ferencről, ott lesz Konok Tamás és Jóvián György, és este 6-kor lesz a szokásos irodalmi program, ahol Ág István, Lator László, Kántor Péter, Csányi Vilmos, Galkó Balázs és a Vujicsics együttes fog zenélni, verset mondani, illetve beszélgetni arról, hogy ki volt ez az ember. Ez szép program. Mennyire más helyzet a költő lánya mellett értelmezni, értékelni a költő életútját? Ugye ez most azért az a helyzet. Tehát nem nagyon. Emberben nincs benne egy kicsikét az, hogy minden mondatomat meg kell gondolnom? Nem. Azt hiszem, egyrészt a jó kapcsolatban vagyunk Annával, tehát én remélem, hogy mondhatom, amit gondolok, de valahogy de tudom is, hogy mondhatom. Másrészt meg inkább jó, hogy van valaki, aki közelebbről is látja, meg hát együtt élt vele, szóval, hogy egy közeli kapcsolat, amihez annán keresztül Juhász Ferenchez is közelebb lehet kerülni az ő költészetéhez. Édesapja nagy tisztelője voltam, úgyhogy örülök ennek a mai programnak. A Petőfi Irodalmi Múzeumban a költészet napja alkalmából találják a programot, meg vendégeinket is. Köszönöm szépen, hogy eljöttek hozzám ma reggel.